Reggel 9-kor ültek össze Dombóváron a képviselőtestület tagjai, hogy a 10 napi rendi pontot megtárgyalják, melyből egy zárt ajtók mögött zajlott. A közétkeztetéssel, szociális és bölcsődei ellátással kapcsolatos beszámolókat elfogadták. Megállapítottunk új díjtételeket néhány térítési díj tekintetében, de azt gondolom, hogy nagyon szerény mértékű emelésekkel éltünk, illetve legtöbb esetben csak amit a szolgáltató felénk előirányzott, azt hárítottuk tovább, és mondjuk egy szociális étkeztetés tekintetében ez 200 forintot jelent egy adag esetében, ami azt gondolom, hogy mindenki számára még megfizetetés elérhető kategóriába került. Nagyon fontos, hogy elfogadtuk a közbeszerzési tervünket, ebben 15 tétel került, és nyilván ezek közül is kiemelték az a 13 topos projekt, amelynek a megvalósításáról már döntöttünk, és nagyon remélem, hogy az elkövető időszakban a pályázatok támogatói döntés megérését követően a beszerzési eljárásokat is meg tudjuk kezdeni. Mérföldkőhöz érkeztek, melyet már 2 éve görgetnek maguk előtt a zeneiskola felújításának tekintetében, mondta el nekünk Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere. A megyei ITP nyújtott arra lehetőséget, hogy egy 400 millió forintos elkülönített keretre tudunk pályázatot benyújtani. Ennek ez a pályázatnak a benyújtatási határideje legkésőbb április 30. Ez egy nagyon jó előkészített műszaki tartalommal megtöltött anyag, és ami nagyon fontos és rövidíti adott esetben a kivitelezési időszakát is, hogy a közbeszerzési eljárás már lezajlott, és egy feltételes módú vállalkozó kiválasztása meg is történt. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az idejében ez a beruházás végre sok a körülményre el fog készülni. Örömteli, hogy idén 41 fiatal részesül sporttámogatásban, 21 ifjú sportoló Buzánszky Jenő, 20 pedig Mándi Imre ösztöndíjat kap.